Nem csak a szeniorhajtók csillogtathatták meg tudásukat a pályán, a fiatal és gyermekhajtók is lehetőséget kaptak, hogy pónifogatokkal megmutassák a kilátogatóknak, hogy számolni kell az utánpótlással is. A versenyen az akadályokat nem csak hibamentesen, de gyorsan is kellett venni a hajtóknak, ugyanis az időtúllépés is súlyos hibapontokat eredményezhetett a pontozó táblán. Ez már hagyományá vált nálunk a Tiszatavaroson a fogadhajtó verseny. Jelenleg most október 9-ét tudtuk betenni, falunapon kívül. 2010-11-ben kezdtük ezt a fogadhajtást, 2020-ban folytattuk. Ugye, mint újdonsült polgármester, ezt vittem ezt a hagyományt, ugye magyar nemzet, lovas nemzet. Azt gondolom, hogy egy szép hagyomány, és tovább kell vinni ezt a kultúrát. Annak örülök, hogy fiatal hajtók már vannak, és gyerekek elindultak a pónifogatokkal. És különben annak másik dolognak örülök, hogy három megyéből érkeztek fogadhajtók. Hajdú-Bihar megye, Borsod megye, Szabolcs megyéből, és a legjobb hajtók itt vannak, akik készülnek az országos C-kategória döntőre jövő hét szombatra, és örömmel fogadták le a meghívásunkat, egy szóra jöttek, és örülnek, hogy itt lehetnek Tiszatardoson, ahol mindig szeretettel visszajönnek hozzánk. Azt kérték tőlem a fogadhajtók, hogy tegyük be a C-kategóriás országos versenynaptárba Tiszatardost, hogy Borsod megyében több helyszínen legyen ez a fogadhajtó verseny. Ugye elég kevés helyszínen van ez a fogadhajtó verseny. Nagy hagyományokkal bíró dolog ez a lovaglás ezen a vidéken, és én is gyerekként édesapámmal nagyon-nagyon sokat jártam lovagolni. Leginkább Tiszaladányból indultunk, de hát erre Tiszatardos irányába is sokszor eljöttünk, részt vettünk ezeken a fogadhajtó versenyeken, tehát ez egy nagy hagyományokra visszatekintő dolog maga a fogadhajtó versenynek is a megszervezése, és szerintem ez egy nagy büszkeség a vidékünknek, hogy tényleg három megyéből eljönnek, itt megmérkőznek, és közben pedig ápolják a lovas hagyományokat. Szerintem a ló szeretete, az a természet közeli dolog, amit a lovaglás adni tud, az tényleg hihetetlen. Úgyhogy ha valaki nem is versenyszerűen csinálja, de itt ezen a vidéken előfordul, hogy tényleg az emberek mondjuk csak úgy lovakat tartanak, és mondjuk munkába használják őket, vagy néha-néha felülnek rá. Tehát én azt remélem, hogy ez még sokáig megmarad, és meg tudjuk mutatni ezt a csodálatos vidéket az ide látogatóknak akár lóháton is. Ez egy rövid túra volt, de mivel azért reggel van és kicsit hűvös, úgy gondolom ez mindannyiunknak nagyon jót tett, mert így már nem is fáztunk utána, úgyhogy nagyon jó volt. Elvileg én erdész vagyok, és a gyerekkorom óta vonzódok a lovak szeretete után, hiszen édesapám is erdész volt, és már ott a szolgálati lakásnál voltak lovak, és mindig érdekeltek. Attól, hogy katonáktól leszereltem, folyamatosan volt mindig lovam. Rendszeresen látogatom őket, úgy Hajdú-Bihar megye, Borsod, Heves megyeibe, tehát nyáron majdnem minden hétvégén, vagy talán minden hétvégén. El kell mondani azt, hogy nagyon sok jó fiatal fogadhajtó van, akikkel már így 66 évesen nehéz felvenni a verset. De örülök neki azért. Legalábbis Hajdú-Bihar megyében szerintem nagyon erős a mezőny.